lesz. Sziasztok! Ez itt a Kisles 4. évadának 8. adása. Továbbra is szurkolói szemmel beszélgetünk a magyar jégkorongról. Iratkozz fel, meg ilyenek, ezeket el kell mondanunk. Szarvi? Mindenképp iratkozz fel, lájkolj, ha nem akarsz lemaradni erről a fantasztikus adásról. De lehet diszlájkolni is. Lehet. De a követést ne felejtsétek el. Ne disznókodj-e. Ja, követni is kell. Csillagot. Igen, az a jó. A harangot. A harang, a feliratkozás. Így van. A mai az értesítés. Minden. Na, jó van, mert kész vagyunk. Nyomjál meg mindent, amit látsz a YouTube-on. Facebookon, TikTokon, ott nem vagyunk. Bárhol. Szóval a mai adásban a nézőszámok elemzését ezúttal a válogatottra fókuszáljuk, de folytatjuk. Foglalkozunk a sárközi tornán résztvevő csapatokkal, egy kicsit más szemszögből fogjuk megnézni, hogy kikkel is játszunk. Próbálunk beszélni majd az Erste Liga, Magyar Kupa, Andersen Liga, meg a Ice Liga meccsekről is. Szóval minden, ami szemszájnak ingere, úgyhogy szerintem kezdjünk bele. Kezdjük azzal, hogy időrendi sorrendben a legelső a héten, hogy szerdán lebonyolították a Magyar Kupa első fordulójának visszavágóit, ahol, hát Albi, te befizettél, pontosabban megnézted, mert ugye az ingyenes volt a YouTube-on ezt a DAB Miskolc mérkőzést, ami azért volt érdekes, mert az egyetlen mérkőzés volt az első, tehát az odavágón, ami döntetlennel zárult, így szorosnak ígérkezett ez a visszavágó is. Hát, ha nézted az összeállításokat, akkor várható volt, hogy most simábban nyer a DAB esetleg, illetve nyer, mert az első meccsen ők is fiatal kerettel mentek, nem játszott Somogyi Szalma, többen nem játszottak, most ők játszottak, bár nem sokat raktak hozzá. Ugyan simára sikeredett, amennyire néztem, mert elkezdtem nézni nagy lendülettel, de nehéz volt előtte maradni. A figyelmemet oda irányítani. Maradjunk ennyiből. Színvonal nem. Ugye az első körből a DAB, az Újpesti Jégkorong Akadémia és a MAC Ikonok jutottak tovább. Sorrendben a DVTK Eges Medvék második csapata, a Szeged Goodwill Pharma és a Worms Angels ellenében. És pénteken megejtették a Jégkorong Magyar Kupa második fordulójának sorsolását. Hát itt házi rangadók lesznek. Ugye lesz egyszer egy MAC Ikonok, lesz a DVTK újra, a DAB-bal játszik, csak most már a nagy csapat, lesz egy Fradi Feha, tehát ez a kettő, ugye Erste Liga párosítás, és hát ahogy egy élelmes vagy vicces szurkoló írta, ennek ellenére még mindig nem biztos, hogy tovább jut az Újpest, de lesz egy Újpesti Jégkorong Akadémia mérkőzés is. Tehát lesz egy MAC-MAC, és lesz egy UTE-UTE párharc a Magyar Kupa második fordulójában. Érdekes sorsolás, ugye többen írták, hogy talán újra kellett volna sorsolni, hogy ez így vicces van, ezek a csapatok között átjárás van itt-ott. Van átjárása. Hát az Újpestnél biztosan, a MAC-nál ott nincs. Hát gondolj bele, hogy lesz a szünetbe is. Töltözőnek rosszabb eszere. Volt itt Újpesten olyan is, hogy vajon kimegy a vendégszektorba, melyik csapat szurkolottára, de igen, ez érdekes így. Igazság szerint nem is nem figyelgettem, majd akkor figyel, amikor Deac megnyeri. Megszokta. A sorozatot, hát csak hogy a tradíció miatt. Ja. Hát milyen érdekes meccsek, az biztos, tehát nekem ami belőle. Ami feltűnt, hogy a másodosztályban, tehát az Andersen Ligában eddig két mérkőzésből kettőt magabiztosan nyerő Szeged, tulajdonképpen két sima mérkőzésen kapott ki az Újpesti Jégkorong Akadémiától, akik ugye ráadásul nem is indulnak a másodosztályban, mert ők ugye a
kiemelt részén mennek a junior bajnokságnak. Egy picit az volt az érzésem, és itt most egy fölteszek egy ilyen talán-talán költőinek tűnő kérdést, hogy az Andersen ligára benevezett csapatok ugye minimális mérkőzést játszottak, nem nagyon tudjuk, hogy mennyi felkészülési mérkőzést játszottak, de nekik talán egy picit korán jött ez a jégkoronkupa. Nem? Tehát ők még nem szoktak össze, nem állt össze úgy a keret, a csapat. Kicsit később lehet, hogy komolyabb játékerőt tudnának képviselni. Nem? Hát maga ez az Andersen ligai nagyon korai stádiumban van, nem? Tehát, hogy két igen. fordulót játszottak le, ez egy ilyen nagyon... Ezt múltkor is mondtam, hogy ez a várjunk ezzel, amíg bármit. Legalábbis én mondom, én nem nagyon figyelgetem még, majd ha ez elér egy... Nem új csapatok, ezek azért OB2-es csapatokról beszélünk, akiknek volt eddig is hát, csapata, de valószínű, igen, azért ebben még várjunk, hogy na. Levonjunk itt következtetéseket szerintem. Igen, amúgy meg lehet. Amúgy meg lehet, hogy igazad van, hogy korán jött, és de most azért ez a kupa sorozat, ezt tavaly megbeszéltük, hogy tök jó, hogy mindenki indulhat, hogy egy ilyen nyílt jó formán, de hát azért gondolom a legjobb négyben már nem lesznek nagy meglepetések. Tehát, hogy ezek az... Na, tehát, hogy ez jó dolog, de... Ketten már ott vannak. Hát ez, igen, ketten már ott vannak, ugye. Oké, de a lényeg, hogy ezek a csapatok most, ha mentek volna plusz egy kört, akkor az olyan hűde nagyon extra. Vagy mire gondoltál a költői kérdéssel? Tehát, hogy nem... Valószínűleg egyik se nyerte volna meg, ha két hónappal később van a magyar kupa. Akkor sem. Nem, biztos, hogy nem. Mert a de azt, nem biztos. Így van. Nem, igazából arra gondoltam, vagy arra akartam utalni, hogy ezek a csapatok, akik jelen pillanatban még a másodosztályban küzdenek, őnekik még nagyon korán van a szezon. Lehet, hogy nem lesznek erősebbek, de azt gondolnám én naívan, hogy néhány héttel később kezdődne ez a kupa, akkor egy kicsit talán szorosabb mérkőzéseket tudtak volna játszani. De hát majd meglátjuk. Megkötözködjé. Majd jövő. Így tudják kiírni, tehát ahhoz hogy egy csapat játszhasson benne, ahhoz így ilyenkor el kell kezdeni, ennyi. Nincs is vita. Nem akartam én ellenben viszont jó tapasztalatszerzés lehetett nekik. Így van. Mint a Fradinak az Iváncsa. De azt pont beszéltünk betűn a másik témában. Igen, nem tudtak felpörögni. De nem tudják azt mondani, mint a Liverpoolnak a Nottingham Forest. Ja, de az egy másik podcast. Lehetne. 7,5-szeres pénz volt ember a Nottingham. Gyerekek. Na, vissza a Okira. Vissza az Erste Ligára menjünk át. Ott most olyan nagyon-nagyon sok mérkőzés nem zajlott a héten. Ugye hát tulajdonképpen ha azt nézzük, hogy mennyi mérkőzés van, és hogy meddig tart az alapszakasz, picit sűrű is volt a menetrend az elmúlt időszakban, ritkítani kell. Egy leleményes szurkolótársunk észre is vette, hogy például Gyergyó az másfél hétig nem lép pályára. Tehát, és ilyen még lesz szerintem a szezonban sok. Mert, hát és most jön a válogatott szünet majd. És majd jön a válogatott szünet. De akkor senki nem lép pályára, kivéve a válogatott, de erről majd egy picit később. Csak ott szóval, a pihenés. Így van. Hát rögtön kezdődött azzal, hogy volt itt egy Ute Dab 1-2. Hát volt. Egy-kettőre nem változott a hangulat. Az utóélete volt érdekes annak a mérkőzésnek, ugye Virág Csabi kikelt magából, aztán most előre szaladok. Erről nem válaszolt neki egy kicsit, úgy üzengetett. De ez jó, szerintem ez tök jó. Én még nem kaptam vissza a jegyemnek az árát. De nem is kérted. Nem is vettem, tehát lehet, hogy azért. Lehet. Aki nem tudná, arra utalunk, hogy a Dab UTE mérkőzés után közvetlenül a hivatalos sajtótájékoztatón Virág Csaba azt mondta, hogy azon túlmenőleg, hogy ez egy nagyon rossz mérkőzés volt, nagyon rosszul játszottak, önbizalom hiányosan, stb. Annyira rossz mérkőzés volt, hogy nem csodálkozna azon, hogyha a szurkolók visszakérnék a meccs egy árát, és amire Albi utalt, az pedig ugye a Dunaújváros nyert Újpesten, ahol
tényleg komoly gondok vannak. Sőt, ma a Debrecent is legyőzte a DAB, nem is ma, hanem tegnap. Méghozzá egy maratoni büntető párbajban, ugye, ha jól tudom, a 11. körben dőlt el a büntető párbaj. 3-2-re legyőzték azt a Deacot, aki megelőtte legyőzte az addig veretlen Macot, méghozzá tulajdonképpen magabiztos játékkal 6-2-re, és ugye ezen a DAB-Deac mérkőzés után nyilatkozta Aaronen, hogy hát ez egy jó meccs volt, úgyhogy itt nem kell senkinek visszakérni a jegyárát. Piszkálódás. Egyébként, ha így vesszük, tényleg jobb lett a bajnokság, vagy hogy mondják, közelebb kerültek a csapatok egymáshoz. Kiegyenlítettem. Aztán, színvonal, kiegyenlítettem, találtam a szót. A színvonalat nem tudom, hogy ez növelte-e. Vagy sem, nem? Tehát én a meccseket látom, én azt mondom, hogy nem. Tehát több olyan meccs volt, amit beleuntam. Hát én is. Elkezdtem közben telefonnyomkodni, vagy... Ezt a Mazda Debrecen néztem, hogy... Tehát ha nem tudom, hogy listavezető a Mac, azt gondoltam, hogy az utolsó helyen vannak. Tehát a borzasztó rossz meccs volt, és főleg a Mac részéről enerváltan játszottak. Nem mondom, hogy lélektelenül, vagy nem működött semmi igazából. Szerintem a hitük sem volt meg, ahogy néztem, hogy ez van, de azt, hogy igen, most kiegyenlítettebb lett a bajnokság, én is azt mondom, hogy az nem feltétlenül színvonal növekedéssel jár. Meg kell nézni majd, milyen légiósok vannak idén, milyenek voltak tavaly, meg nekem ezen a Mac meccsen a tempóval volt a bajom. Tehát utána átkapcsoltam véletlenül a svájci bajnokira, Sport TV-n, egy Zugbern meccsre, hát másik sportág volt. És azért ebből a Mac védelemből 3-4-en ott vannak a válogatott keretben. Mondjuk egy meccsből nem kell levonni tanulságot, tehát lehet rossz meccse bárkinek. Ugye egy 8-es, vagy nem tudom hány a széria után voltak. Csak úgy befizettem erre a meccsre, majdnem nem indult el a közvetítés, de aztán kiderült, hogy a VPN, ha valaki nem tudná, VPN nem szereti a Liga TV, úgyhogy azzal nem kell próbálkozni. De nagyon lassú volt nekem. Idény elejé a forma. Mindjárt vége a szezonnak, ne idény elejé. Lement a negyede. Jó, de hát ha valaki szóval... nem figyelt. Lehet, hogy rosszul választunk meccseket, de igen, elég sok ilyenbe szaladunk bele. Ugye ezután a mérkőzés után nyilatkozta Bill, hogy ez a vereség nekünk felért egy győzelemmel. Ugye erről beszélgettünk a múlt héten is, hogy Szarvi, talán te fogalmaztad úgy, hogy várod, hogy mi lesz a következő, hogy mikor, mert előbb-utóbb vége kell, hogy szakadjon egy ilyen történetnek, egy ilyen sorozatnak, amit a Mac produkált. Ugye, hogy Bill megdicsérte a csapatát. Én nekem az volt az érzésem, hogy na ez volt az a fajta a Bill-es megnyilatkozás, vagy kinyilvánítása annak, hogy kifelé elmondja, hogy hű, de nagyon, viszont biztos vagyok benne, hogy az összes létező hibát ő nagyon vastag filccel írta föl a papírjára, ami a meccsen volt, és azt az öltözőben nem rejtette véka alá. De azóta is tartozik. Ennyi. Az Weber Gyuri privilégiuma, hogy nyilvánosan szidja a játékosait. Picit, ha már Weber Gyuri, akkor maradjunk még egy kicsit Újpesten. Ugye múlt héten is beszéltünk róla, azóta nem sokat változott a helyzet. Ugye erre igazából csak azt lehet mondani, hogy tényleg komoly probléma van, és valaminek történnie kell ahhoz, hogy ez az apátia, ez megszűnjön. Ugye azért veszélyes ez, amiről most beszélünk, mert jelen pillanatban ilyen értelemben még azért hosszú a szezon, de utolsó előtti helyen áll az Újpest. Ilyen azért nagyon-nagyon régóta nem volt. Az a baj, hogy ebben szerintem egy ilyen spirálba kerülnek, amit a Virág Csabi csinál, hogy ezt így kifele kommunikáltam, mert én nem tudom képzelni, hogy ezután egy jó hangulatú edzést, vagy bármit. Tehát nem tudom elképzelni, hogy jönnek ebből ki, hogy van ebből visszaút, vagy hogyan tovább. Ugye ő nem a játékosokat szitta, hanem azt mondta, hogy ez egy gyenge meccs volt, és önbizalom nélkül játszottak a játékosok. Tehát ő picit ilyen értelemben szerintem még meg is védte őket, nem?
Nem tudom. Nekem zavart volt a tekintete. Szerintem mi most azzal segíteni a legtöbbet, ha felállna. Azt mondaná, a gyerekek, nem tudok segíteni. Szerintem keressetek mást ide a helyemre. Szerintem tényleg, nem tudom, valamit be kéne dobni oda az öltözőbe, egy új arcot, és nem vagyunk edzők, nem tudom, de valahogy tök más edzéseket csinál, nem tudom. És tudom elképzelni, a franc tudja, valami. Ha ez jutott eszembe egyébként, igen, hogyha nem is edző, csinál, hogy valamivel kizökkenteni őket ebből a... Elvinni, paintballozni. De most ez ilyen nagyon triviális, tehát ez lehet, hogy tök hülyeség az egész, meg aztán lehet, hogy jó dolog, de annyira nem vagyunk így benne. De az biztos, hogy nekem zavart volt a Pali, és még mindig ott tartunk, hogy nem a Virágcsabival van a bajunk. Tehát, hogy nem az, hogy őt utáljuk, hanem... Egyáltalán nem. Én úgy veszem észre, hogy ő most már nem tud ezen segíteni, nem tudja kirángatni ezt a csapatot. És ha arra tudják, akkor meg lehet, hogy az nem jó. Én azért mondom, hogy szerintem, ha ő most magától felállna, azzal segíteni a legtöbbet. Persze. Mindenkit emlékeztetnék, a legelső mondatot azt nem véletlenül tettem a bevezetőbe oda, hogy továbbra is szurkolói szemmel beszélgetünk a magyar jégkorongról, tehát nem vagyunk megmondó emberek. Máshogy nem is tudunk. Úgyhogy nem Virág Csabi ellen, hanem az Újpestért beszélünk mi most, mert éveken keresztül rossz volt nézni, ahogy agonizált az Újpest, és nagyon-nagyon nagy... És most rosszabb. Nem, nagyon nagy örömmel vettük azt, hogy egy, ha nem is bajnok aspiráns, de egy kifejezetten versenyképes csapatot sikerült ott fölépítenie Szilasi Zoltánnak és a klubnak. De most nagyon sok komment utal arra, hogy itt nem csak a vezetőedzővel van probléma, hanem a klub vezetéssel is nincsenek kibékülve a szurkolók, és akkor így talán nagyon politikailag korrekt a mondat. És nem csak jégkorong téren. Igen. Tehát ott valami ott a negyedik kerületben nem működik jól. Rossz helyről fújnak a szelek, vagy nem tudom, tehát egy picit ilyen rossz nézni ezt. Főleg az elmúlt két szezon távlatában, ugye, hogy egész erős csapat alakult, tehát mindig valahol az elejére vártuk őket, aztán hogy nem sikerült, ugye mindig jött a Debrecen, de idén is nem cserélődött olyan nagyot a keret, tehát azt vártuk, hogy idén is ott lesznek valahol. Ennyi. Még lehetnek. Lehetnek, persze. Lehetnek, csak én most már nem látom, hogy a Csabival ez venni fog, de aztán lehet, hogy csak milyen villámcsapásra. Bármi lehet. Egy ilyen kompetitív bajnokságban bármi lehet. Kompetitív bajnokság, azt minden. Nagyon, nagyon szépen fogalmazol. Készültél már? Hogyne. Mit szersz, bolondozol? Volt még két... Az egyik inkább azt mondom, hogy érdekes mérkőzés volt, a másik egy kicsit egyoldalúvá sikeredett. Ugye volt egy Fradi DVTK vagy Miskolc mérkőzés, ahol hát 1-0-ra vezetett a Fradi, aztán így ment el a DVTK a Fradi mellett, mint a délutáni gyors. Okos kiállítások meghozták gyümölcsét. Ugyanazt éreztem azon a mérkőzésen, amit múlt héten meséltem a kontinentális kupával kapcsolatban, hogy teljesen felesleges és érdektelen kiállításokat szed össze a Fradi, és ezt, ha az ellenfél ki tudja használni, akkor a mérkőzés megy el rajta. És itt is sok felesleges kiállítást szedett össze a Fradi. Itt a mérkőzésnek egy érdekessége, ugye, hogy két üres kapus gólt is, vagy mondjam, kapus lehozós gólt is sikerült a Fradinak szereznie, nem kaptak egyet se, de végül is egyenlíteni nem sikerült, és 5-4-re nyert a Miskolc. Ez megint arra utal, hogy kiegyenlítettebb a bajnokság? Így van, mert tavaly ezeket be tudta húzni még a Fradi és meg a Szereda is. Emléksz, hogy tavaly ezt csinálták, ilyen két-három gólokkal elengedték az ellent, és harmadik meg tudták fordítani, most már nem megy. Idén ez nem. Vagy, és akkor most leszek egy kicsit az ördögügyvédje, vagy a lassúbb tempó a gyengébb csapatnak kedvez? Hát biztos, hogy előfordulhat.
rossz biztos volt. Biztos benne van. Nem, volt tudsz felpörög, nem tudsz felpörögni. Úgyhogy ott langyosan elhokizgatsz, aztán hú, neki kéne indulni, az nagyon nehéz felpörögni. De még ezt sem mondom, ott tényleg rengeteg kiállítást összeszedett a Fradi, tehát azt tudom, így nem lehet. Hát igen. És akkor ma volt még egy oldalúra sikeredett Csíkszereda Brassó találkozó, amint 7-0-ra nyert meg a Csíkszereda. Én néztem ezt a mérkőzést. Hát, ugye olvashatunk egy elemzés, Stach még nincsen a legjobb formájában, mint a legnagyobb pontértékű játékos az Erste Ligában. Én ugyanezt éreztem most Sofin is. Sofi mondjuk gólt lőtt ezen a mérkőzésen, de a mozgása, volt egy büntető, amit kiugrott, és elkaszált a polc, amit hát legalább olyan technikásan lőtt el a büntetőt, mintha én lőttem volna. Tehát se egy, se semmi, hanem gyakorlatilag mamuton lőtte polcot, és ebből is arra következtettem, hogy ő még nincs abban a formában, amikor azt az önbizalmát, azt a magabiztos játékot tudja hozni, amit ő egyébként nagyon jól tud. És 7-0-ra nyert a Csíkszereda, mindezt úgy, hogy ha a statisztikát nézzük, a kiállítás perceket az 26-37, és ebben a 37-ben benne van a Kógernek az 5+20-a, de a 26-ban nincsen nagy büntetés. Tehát folyamatosan fújtak a játékvezetők, folyamatosan emberhátrányban volt a Csíkszereda, és Brassó impotens módon semmit nem tudott vele kezdeni. Az elején még Adorján tartotta őket, de később már annyira elvette Adorján az önbizalmát a brassóiaknak, hogy egy értelmes kapura lövés nem volt egy-egy felállt emberelőnynél. Van még ott tennivaló. Vagy tipmixeltek ők is. Rövid még a szezon, majd a végén meg. Nulla gólra lehet, hogy jó fizet. Említettem, hogy 26-37 volt a kiállítás percek aránya. Az egész mérkőzésen egyetlen egy ember előnyös gól született. Nem ér úgy. Hát és nem, ne, és nem, és ne, nem, igen. És azt nem, ne, tehát úgy értsétek ezeket a kiállításokat, hogy viszonylag kevés volt a páros, vagy az egy időben zajló kiállítás. Tehát szinte végig a speciális sorok voltak fent a mérkőzésen. Sok voltak bunyók is, meg érezni lehetett a feszültséget a pályán az első és a második harmadban. A harmadik harmad az már egy ilyen tingli-tangli volt. Szép gólok voltak, de nem volt jó meccs. Nem volt egy jó meccs. Nem volt egy jó meccs. És a tempó ugyanúgy, én azt gondolom, hogy nem volt. Nem, hogy egeket verdeste, hanem semmit. Tehát, hogy egy teljesen full átlagos... Nem olyan értésed volt, mintha ez csak egy szimpla bajnok, illetve volna ilyen október közepe tájékán, október végén. De pedig 6 pontos, mert a román bajnokságban is számít. Hát ilyen is van. Tehát a kompetitív a bajnokság, de előfordulnak ilyen meccsek is. Vagyunk annyira. Nem ennyire negatív a kép szerint, most itt felfestjük, hogy milyenek a meccsek a tavalyhoz képest, és lehet, hogy az év végeil élménybe bennünk, hát, ugye az, a rájátszás, meg a döntők, meg ezek a tempók, de a tavalyhoz képest én gyengébbnek érzem most a meccsök színvonalát egy picivel. Jobb volt a tempó tavaly, hiszen bajnokság elején is azért. Én is így emlékszem. Vagy tényleg rossz meccseket választunk ki, hát ez is lehet. Viszont az tény és való, hogy kiegyenlített, tehát még annak ellenére, hogy a Mac még 5 pont előnnyel vezet a Fradi előtt, de onnantól kezdve a második Ferencváros és a 9. Ute között jelen pillanatban mindösszesen 8 pont differencia van, úgyhogy a Fradinak van 18 pontja, az Utenak 10, és a Fradi mondjuk 2 mérkőzéssel kevesebbet játszott, de szoros, tehát 18-17, 15-15, 3-14 csapat, 14 pontos csapat és egy 10 pontos az Ute, tehát ők már leszakadtak, az Ute és a Feha, tehát Újpesten még... Csodálkoznék, ha ők ott végeznének, ahol most vannak. Biztos vagyok benne, hogy... Hadba bejönnek, az biztos szerintem. Beszéljünk egy kicsit erről a
Sárközi emléktornáról, ami egy régen látott mezőnyt vonultat fel itt Magyarországon. Ugye múlt alkalommal beszéltünk arról, hogy nem vagyunk benne 100%-ig biztosak, hogy kell ide nekünk Japán meg Ukrajna, tehát két divízió, egy B-s csapat bőven elég lett volna Olaszország, Franciaország és Szlovénia egy 4 csapatos tornára, de ha már így hozta a sors, akkor is egy kifejezetten erősnek tűnő mezőny érdemes kimenni. Ugye tudjuk azt, hogy lehetett venni kedvezményesen, meg aztán később úgymond normál áron bérletet, meg jegyet a mérkőzésekre. Azt nem tudjuk, csak sejtjük, hogy a nem magyar érdekeltségű mérkőzések azok ingyen vannak. Azt tudjuk. Tudjuk? Hol volt ez leírva? Vagy szerintem csak nem lehet rá jegyet venni? Nem, ingyenes, valahol olvastam, most pontosan nem tudom hol. Lehet, hogy a blogon, lehet a szövetség oldalán, de menni kell és bemész, ennyi, ingyenes. Jó, mert én nem olvastam ilyet, de akkor... Hát én vettem a jegyet azért. Pont azokra a meccsekre, nem magyar meccsek. Arra fizetette a többire. és nekem 10 000 lett az, igaz? Okos. A szlovénul az volt nagyon drága, mert az komoly meccs. Ó, az nagyon drága lesz. Igen. Igen. Azt viszont meg kéne nézni. Bizony. Szlovénul azt, az meglátjuk. Így van. Na, mutatom. Tom készített egy statisztikát, ez most arra a hadcsapatra vonatkozik, akik a sárközi tornán részt vesznek. Mit kell tudnunk róla, Tom? Ez az IIHF-nek a honlapjáról van, nem biztos, hogy friss, sőt, valószínűleg nem friss, úgyhogy... Utána kérdeztünk, ugye nem, van, nem teljesen frissek. Az U20 meg a nőit azt el is rejtheted, mert nem biztos, hogy az valós, de valószínű a férfi játékosok sem, de magában az arányokban nagy tévesztés nincsen szerintem. Tehát magából az így adódik, most lehet, hogy Magyarországon már 1800 játékos van, Franciaországon 7800, nem tudjuk. De igazából arra voltunk itt kíváncsiak, hogy... arányosítva a számokat, egy kicsit megnéztük, hogy 1 millió főre hogy jönnek ki ezek a számok, mint felnőtt férfi játékos, U20-as játékos, fedett pálya, illetve játékvezető is 1 millió főre mennyi van az adott országban, és érdekes számok jöttek ki. Ha tényleg csak az objektivitás területén maradunk a számok területén, hogy férfi játékos, így van. Hát nálunk van a legtöbb, ugye ebből a 6 csapatból 1 millió főre vetítve 168. Az... Ez azért ez elég meglepő. Nem tudom, ebben lehet, hogy benne van még Bill is, mint edző, egy aktív játékos. Igen, aki egyszer lesztúzott magára. Akivel beszéltünk arról, hogy ezek a számok mennyire reálisak, mert azért láttuk az első perctől kezdve, hogy valami nem biztos, hogy teljesen kerek az IIHF honlapjának számai alapján. Mondta, hogy néhány éves frissítés, nem minden ország küldött, mostanában próbálják majd összeszedni őket, ugye ez is a fogjuk rá Covid-ra. De azért az látszik, hogy Magyarországon kifejezetten sok a regisztrált játékos. Ugye ezt próbálja ez az Erste Liga pontrendszer is egy kicsit még erősíteni, hogy azok a játékosok, akik itt vannak, ez a 8943 regisztrált, és abból 1632 férfi, ő tudjon hol játszani. Az Andersen Liga is ezért alakult. De ez alapján, ha sorrendbe tesszük ezt a oszlopot, ha nézzük, akkor Magyarország a legerősebb ebben a hatosban. Érdekes számok, meg ez alapján akkor azt mondjuk, hogy kevés a 7 csapat, ott lehetne több az Erste-ben. Bár a minőség meg nem feltétlen, illetve hogy akkor hol a minőség? Tehát ha nálunk van a legtöbb lakosságra bevetítve. Hát ezt később megmutathatjuk majd, hogy a letteknél van talán a legtöbb. Ugye 2 millióan vannak, de nagyon érdekes szám, viszont itt, ami még feltűnő, megnézed az infrastruktúrát nálunk akkor. 6 fedett jégpálya jut 1 millió főre Magyarországon. Fedett jégpálya, igen.
ez szerint, ha sorba tesszük, akkor megint csak Magyarország a legjobb. Megnyerjük ezt a tornát, nincs mese. Ennyi. Beküldjük az összes csarnokot a pályára, és kész. De nekem ez is tetszik, hogy az U20-as játékosok számában is mi vagyunk a legerősebbek. Itt azért a szlovének, és itt ez látszik talán, hogy miért olyan jók a szlovének. Ez szerintem szintiszta kamu egyébként. Tehát ez... Figyelj, ez alapján, tudod, statisztika. Ez alapján tényleg átcsoportosnak kéne, hogy legyünk. Tehát, hogy ez tuti, hogy nem tuti, hogy... Nekem hogy az, hogyha stimmelnek a számok, akkor tényleg a piramis tetején kellene lenni legalább annyi jó játékosunknak, igen, mint Szlovéniának, vagy Franciaországnak, és nincs. Tehát, hogy akkor még véletlenül is kellene. Ne. Igen. Picit várjatok. Hadd árnyaljuk egy kicsit ezt a képet. Hát meg nem mondom pontosan, hogy mikor, de ugye az hangzott el, hogy szélesítsük a bázist. Ez most az? Most kezdünk el építkezni. Tehát az, hogy nekünk van 168 játékosunk 1 millió főre, meg van 592 U20-as játékosunk, ez a szélesítésnek az eredménye. Ebből még nem feltétlenül kell, hogy legyen. A nagyszámok törvénye alapján persze igen, de alapvetően ebből még nem kell, hogy legyen nekünk 3 deles játékosunk, meg 2 NHL-es. 3 deles. Mondjuk jó lenne, de nem is. NHL-es nem ezek, kell. Szerintem annak akkor lenne ezeknek a statisztikáknak értelme. Egy, ha nem mi csinálnánk, nem hanem mi, valaki ezt a szövetség. Ezt nem mi csináltuk, ezt az IHF csinálta. Ja, értem, okay, mit mondom. Ha valaki ezt a szövetségbe, és erre odafigyelne, és ez minden évben meg lenne egyet csinálva, és akkor lehetne látni akár egy grafikonon, hogy nőttek a játékosok, a profi játékosokat külön választani, mert érted, első osz, vagy nem tudom, valami szint alapján, tehát, hogy biztos jó dolog a statisztika, meg nagyon sok mindent megmutat, ha pontosan van vezetve, és nem csak egyszer így megcsináljuk, és akkor 10 év múlva még egyszer, hanem gondolom minden évvel, max. 2 évente, és akkor egy tendenciát föl lehetne az alapján állítani. Nem tudom, most, hogy ezzel árnyaltad, hogy ez most még a szélesítés. Ja, igen, oké. Tehát úgy jó pofa. Csak hogy most ez a szélesítés miatt ennyi, és akkor ez majd egy néhány év legyünk megint türelmesek, és akkor majd ez szépen alakulnak a Dallas, meg az NHL, és akkor oké. Akkor rendben vagyunk. Még valami, tehát hogyha ha meg rossz indulatú akarok lenni, akkor azt mondom, hogy ez az 592 meg egyértelműen a tavú. Ráadásul ugye az nem csak az U20, hanem az egész utánpótlásunk. Az az összes új, igen, az a kategória, úgy van az IHF-nél, az U20-ban mindenki beletartozik a statisztikában. Az egy igen nagy szám, az a 6000 játékos a mostani 1600 férfi játékoshoz képest, és hogy ők hol fognak játszani. Tehát azok ugye fölnőnek pár éven belül. Igen. Hát aztán igen, abba hagyják a jégkorongot nagy valószínűséggel. És akkor nézzük meg most azt az összevetést, hogy kikkel játszunk ugye a világbajnokságon. Segítsetek nekem. Finnország. Németország. Germani. Svédek. Az ja, minket hagyja benne. Minket Hongkong, Indonézia, igen. Olaszországgal nem. Japánnal nem. Kirgizisztán, Hollandia. Lengyelekkel. USA. Lesz. És hol van? United States. Szerbia, Russa nincsen, Románia, Svédország, igen. Ezt majd vág ki. Így van, melyik? Ukrajna. Így van, várják, ki marad ki. Mit kell kivágni? Hát ezt így, hogy megkerestük a csapatot. Dánok kimaradtak. Dínok-dánok, kimaradtak a dánok. Ezek iszok, dínok-dánok. Úgy, Denmark, így. Akkor ez most már így 8 csapat, szuper. Na ezek alapján, ugye a A csoportban benn maradunk? Mi alapján tegyük sorrendbe? Mi alapján? Játékvezető. Nézzük meg férfi sportiba. Azt nézd meg, hogy ami igen, alapján benn maradunk. Ennyi. Férfi sporti szerint igen. Tehát Kemei Petiék jól dolgoznak, mert itt bőven benn maradunk. 20-as játékos alapján, ha sorba teszem, itt majd, hogy nem, sőt, tovább is jutunk a csoportból, gyerekek.
Másik Kanadával játszunk keresztben. Férfi játékosok szerint is bennmaradunk, tehát minden fedett pályák szempontjából is bennmaradunk, sőt ott harmadikok vagyunk az egyfőre első fedett pályák számát tekintve. Ausztriát is megelőzzük, azért ez mondjuk meglepő. De azért ezt, nézzétek ezt, számolt, tehát az Egyesült Államokban 551 ezer játékos van, regisztrált játékos van, a második legtöbb, ugye Finnország 66.687-tel. De 340 milliós lakosság, persze. Tehát az USA szerintem mindig bármilyen sportágban a fura bárkivel is összehasonlítani, mert 50 különböző ország. Illetve nem 5 különböző ország, mert 50 ugyanolyan ország, csak olyan, mint a 50 országot hasonlítanál. Így van. De írtam még egy érdekes dolgot, hogy 1,6 millió regisztrált férfi játékos van a világon, és abból 1,1 millió USA és Kanada. Hogy mindenkit beleveszünk, és ezt alapján sorba tesszük, igen. Tehát itt az összszám az 1,563 ezer, és az első az 1,06 millió. Az oroszokat még hozzáveszünk, akkor 1,2 millió. Hát igen. Igen. És meg is vagyunk. Na, ugye érdekes egyébként, de ugye nálam ismertebb és okosabb ember mondta, hogy háromféle hazugság létezik, kis hazugság, nagy hazugság, meg a statisztika. Úgyhogy ez pont arra volt jó, de a letteket nézzük már meg, hogy letteket. Ott mennyire népszerű a hoki. Az nagyon komoly szám, azt hiszem. A letteket még megnézzük, megkeressük, itt van Lettország. Tehát egy 1,8 millió lakosú országról beszélünk, ahol 2820 férfi játékos jut 1 millió főre. Igen. És a fedett pályák számában is 13-mal. Lehet, hogy hát a dobogóra nem férnek föl, mert cseheknél is egy picit több van per fő, de tehát érdekes, hogy egyébként az ilyen egzotikus országok is, például Nepálnak nincsen regisztrált férfi játékosa. De csak női van. Női van. Női van. Az sokkal érdekesebb. Igen, tényleg. De van két férfi játékvezetője, ahogy nézem, meg egy fedett pályája. Ugye? Ott magasan könnyen fogy. Jamaikában viszont van 4 utánpótlás játékos is. Egy légiós. De hát tök jó, hogy nézd meg Brazíliában, Ománban is van jégkorong, tehát hogy ez egy érdekesség. Ezt. Puerto Ricóban 123 férfi játékos van. Philippines, nagyon nagy. Mekkora tolongás lehet azon az egy fedett pályán Puerto Ricóban, a 123-on. Jó a kihasználtság. Az biztos. Nem olyan. De amit érdekes volt, aztán meglátjuk, hogy mi fog kisülni a VB-n. De egyébként szerintem nincs olyan statisztika, ami alapján bennmaradunk, de ne legyen igazam. Itt volt. És az IHF készítette. De nézzük meg a sárközi emléktorna kapcsán még a magyar válogatott keretét, illetőleg, ha jól emlékszem, talán Tom, megtaláltad a francia válogatott franciákat keretét is. Megtaláltam, igen. Akkor kezdjük a franciákkal. Azt néztem meg igazából, hogy milyen kerettel jönnek, és a keretet összehasonlítottam az utolsó három VB meccsükkel, két VB meccsükkel, amit játszottak, és ha jól számolom, akkor egy kapus jön, aki ott volt, a Quentin Papillon, a pillangó. Három védő és 4 csatár. A védők a Gali, Gubi, Kiri, ők játszanak, Kalpa, Zürich, Azsoi, ez a svájci csapat, vagy hogy kell mondani. Tehát az idegen légiósok, illetve a csatárok közül a Kevin Bozon jön, Fabien Colotti, Bordeauxból, a Bozon ő is az Azsoiban játszik, Dylan Fabre Grenoble-ből és Wilhelm Lökler Östersundsból, Svédországból. Tehát ők voltak ott az utolsó két meccsen a keretben. Tehát egy kísérleti keret lesz nagy valószínűsége. Végül is fél csapat. Ne.
Egyharmadnyi csapat. Egyharmadnyi csapat. Hát... Lehet, hogy megverjük őket, de attól függetlenül még nem fogunk bennmaradni a VB-n, mert megérkezik a rendes francia válogatott is oda. Abban sem vagyok biztos, hogy, ebből így megverjük őket, de szerintem nem is számít, hogy megverjük. Nem, nem persze, a játék legyen meg. Az számít, hogy mit játszunk, igen. Arra nem beszél, hogy gondolom, ők is meg akarják mutatni. Tehát akik most itt a franciák, akiket bevetnek, fiatalok, gondolom. Hát 98-as, 97-es, 2002-es is van a keretben, 1, 2, hát nem öregek, 3, 4, van 2000-es fiatal is. Tehát gondolom, hogy be akarnak kerülni az utazó csapatba, tehát... 94-es vénember a legidősebb. Hát. Már 28. Na azért az már... Ugye ehhez képest nálunk ugye Kevin Konstantin egy 39 fős keretet hirdetett. Kevin Konstantin? Igen. Kérdője. Igen, ez egy kérdés, hogy ki hirdette ki, vagy mi alapján vannak most kiválogatva. Hát szerintem a bőkeret az jó, gondolom a japánok ellen lehet, hogy egy fiatalabb csapatot küld pályára, vagy egy rutintalanabbat, és úgy vagy fordítva lehet, hogy az erősek ellen nézi meg, hogy mekkora ellenállást bírnak tanúsítani a srácok. Kíváncsian várom. Ugye jönnek a légiósok is, Volán is szép kontingenssel ott van. Amikor a Volán játékosoknak nem tudom, milyen szerepet fog szállni. Lehet, hogy csak mentoroktatók lesznek, nem fognak annyit játszani, ha megtanulják a leckét, mert azért hát őket elég húzós szezonban van. Így van, húzós szezonban van. Épp azért gondoltam, hogy ez az első éles összetartás lesz, ami nem úgymond online, a tankönyv olvasással zajlik, és lehet, hogy mindegyik Volán játékos Kevinnek a jobb keze lesz ott a jégen az edzéseken. El tudom ezt képzelni. Simán lehet. Bár ugye ezeket a taktikai elemeket ők már ismerik papíron. Nem feltétlenül kell minden játékosnak fogni a kezét. Ugye arról beszélgettünk itt a hét közben, hogy például Kóger Dániel nem feltétlenül értjük, hogy mi alapján ő a múltnak és a jövőnek, nem a jelennek szól talán ez a behívó. Ugye ő ma kiállította magát egy véglegesre, úgyhogy rá is tud pihenni erre a válogatott tornára. De örülünk, hogy végre pályán volt és játszik, a sérülése már a múlté. Ugyanez igaz talán Sofrorra is, hogy őt sem az idei teljesítménye alapján hívta be, mert nem sokat lehetett őt a jégen látni. De ez nem feltétlenül baj. Csak picit fura. Gondolom ez a 39-es szűkül, nem 39 játékosan neki megyünk neki a tornának. De, szerintem simán. Szerintem most a három. Majd nem két csapat fog játszani, szerintem. Én szerintem simán az első mérkőzésen, vagy az első kettőn szinte biztos, hogy más csapat fog pályára lépni, mint a vasárnapi helyosztón. Kapusokat is biztos, hogy forgatni, kipróbálja, mindenki játszani fog. Én így gondolom, aztán meglátjuk, de... Én nem hiszem, hogy 39 játékosra neki megyünk, de majd tényleg meglátjuk, kíváncsi leszek. Hát miért ne? Hát nem. Nem szokás. Szóval első néhány edzés után ebből azért szűkítünk. Lehet. De meg fogjuk látni, tényleg. Ugye jó, hogy jönnek a légiósok, legalábbis reméljük, hogy jönnek Galló, Sebők, ugye a Csányi. Falust is meghívta a svájci másodosztályból, a Zurich Lions másodosztályú csapatából, Csányit is behívta. Egyedül talán, akit azt gondolom, hogy ugye nem is olyan régen 50-valahány védéssel segített a győzelemhez a csapatát, Vajádi. Ő nem biztos, hogy nagyon távol van a válogatott kerettől, de most nem kapott behívót. Ugye a válogatott kerettagok közül Hetényi és Rajna, valamint majdhogy nem azt mondom, hogy az elmúlt hetek alapján természetes módon Horváth Dominik is megkapta a behívóját. Azóta volt egy pár rosszabb meccse. Igen, de nézegettem a statisztikákat ott. Hát van még ideje tanulni, meg szerintem jó helyen van az, hogy tudjon. Törvényszerűen is becsúszik pár rossz meccs.
Hát, szóval azért azt gondolom, hogy 39 játékos, szerintem szinte mindenki pályára fog lépni, egy-két kivétel lehet, hogy lesz, de lehet, hogy mindenki pályára fog lépni ezen a kivéve, aki nem. Ők pontosan így lesz. A szlovének ugye 2-3 sztár nem fog jönni szerintem, de teljes csapatta jönnek, ők ugye abból 170 igazolt játékosból válogatnak. Vagy mennyi van nekik. A Kopitár szerintem nem jön ugye értelemszerűen, de lesek többiek. Még hoznak pár fiatal megint, mindig előszednek egy 3-4-et. 197 igazolt férfi játékosa van Szlovéniának. Bőven elég, látod. Tehát ahhoz képest ugye Magyarországon van 1632. Értsük ezt a nem is tudom, anomália, vagy pici furcsaság. Másabb. Higgyük azt, hogy a szlovének régen adtak már le számot. Na mindegy, meg a japánok, mondtuk a japánok, hogy divízió 1B, azért mi mindig megszenvedünk a japánok ellen. De jönnek a pörgős lábaikkal, itt úgy korcsolyáznak, mint a veszedelem. Így van. Igen, az mindig kínlódós. Nekünk az nem fekszik a japánhoz. Hát ugyanúgy, ahogy az ukrán sem, és az is lehet, hogy még össze is futunk velük majd a helyosztókon. Az meg verekedős. Mi fekszik nekünk akkor? Technikás hoki. Technikás hoki, de most inkább a védekezős, vagy inkább a támadós már a miénk? Hát hány jó védőnk van, aki nemzetközi szinten jegyzett? Igyekezni kell, ez minél több gólt ütni azért. Az a célra vezető. Nézzük meg, hogy mi a helyzet a válogatott mérkőzéseken a nézőszámokkal. Erre is készítettünk egy kis, nevezzük kimutatásnak, vagy statisztika. Az elmúlt 10 évet vettük alapul, ugyanúgy, ahogy az egyéb egy héttel korábban emlegetett bajnokságok alapján, tehát 2012-től 2022-ig a vizsgált időszakban csak a hazai pályán lejátszott mérkőzéseket tekintve 62 lejátszott mérkőzése van a magyar válogatottnak, csak a rend kedvéért ebből 26 győzelem és 21 vereség, 193 lőtt és 151 kapott gól. A 62-ből 10 olyan mérkőzés volt, ami divízió 1-es világbajnokság volt a Paplászlóban, 6 olimpiai selejtezőt játszottunk hazai pályán az elmúlt 10 évben, 22 mérkőzést játszottunk ilyen, 3 nemzet, 4 nemzet, sárközi emléktorna, stb. És 24 felkészülési mérkőzést. Itt az alsó sorban azt láthatjátok, hogy ebből a 62-ből 23 meccset játszottunk a Tüskében, 19-et a Paplászlóban, 14-et a Jégpalotában, jut még 4 Miskolcra, és 1-1 Dunajvárosra és Székesfehérvárra. Itt a nézőszámok a mérkőzések egymás utánjában. Erre rátettem ezt a trendvonalat, hogy ilyen a trendünk, elég erőteljesen csökkenő, de ebbe benne közrejátszik az is, hogy az első pár mérkőzés, ami 2012-ben mint hazai pályán lejátszott találkozó, az egészen konkrétan egy olimpiai selejtező, igaz, hogy ez egy első körös olimpiai selejtező volt. Az átlagnézőszám évekre lebontva szintén egy nagyon csúnya tendenciát mutat, de ha nem vesszük bele ezt az olimpiai selejtezőt 2013-ban is, ugyanígy 5000 környékén volt az átlagnézőszám, és onnan jutottunk el erre az 1600 valamennyire, amit egészen pontosan most nem tudok megmondani, de 1600 környékén van most 22-ben az átlagnézőszám. Itt a különböző típusú mérkőzésekre lebontva látjátok ugyanezt a kék hosszú vonal, az az átlagnézőszám. Tétmeccsre megy az ember. Így van. Az egyértelműen látszik. Ez egy második körös olimpiai selejtező volt 2016-ban.
A másik nagy kék az egy Divízió 1-es világbajnokság 2013-ban. Itt látszik, hogy ilyen 7,5 és 8200 közötti nézőszámmal mentünk. Ez volt az a bizonyos, ahol sikerült Koreától kikapni, de másnap Kazaksztánt legyőztük. Ugye a másik Divízió 1-es világbajnokság az egy kevésbé szerencsésen alakuló történet volt, és ugye itt a vége az, hogy itt is volt egy katarzis, vagy egy negatív, vagy nem tudom, tehát itt, ugye, itt kaptunk ki Nagy-Britanniától 3-2-re, egyetlen pontot kellett volna csak szereznünk ahhoz, hogy feljussunk, de nem sikerült. Ugye itt Kazaksztántól kikaptunk, de legyőztük Olaszországot, Szlovéniát, itt ilyen 7200. Szlovéniát nem. Lengyelországot. Szlovénián kikaptunk 4-1-re, bocsánat, igen, legyőztük Lengyelországot, és itt a keresztbeveréseknek köszönhetően lett volna még esélyünk. És itt is közel 8000 néző volt a Paplászlóban. Az olimpiai selejtezők, hát ez egy régi emlék, Litvániát és Horvátországot simán, majd aztán ez a nagyon csúnya, vagy innen nézve csúnya, akkor se éreztük jó magunkat Hollandia ellen. Elszenvedett büntetőkkel, elszenvedett vereség, aminek köszönhetően a hollandok léptek a következő körbe. Ugyanez a másik, 2016-ban egy olimpiai selejtező Litvánia, Észtország és itt Lengyelország ellen. A hivatalos befogadó képessége talán 8200 fő a Paplászlónak jégkorong mérkőzésre, hát itt a lengyelek ellen 9000 volt a hivatalos nézőszám. Ott engedélyezték a pótlelátót. Így van. Szóval nézzük meg egy kicsit a felkészülési és a tornamérkőzéseket, hogy az sem mindegy, hogy hol rendezzük. Ugye Ausztria és Szlovénia 14-ben nem egy olyan hű, de nagy valami, ami így hívogató lenne, de azért 4-5 ezer néző kint volt a Paplászlóban, és akkor a tüskében pedig játszottunk Svédországgal, Finnországgal és Szlovéniával, ott teltház, de lehet, hogyha ott akkor 17-ben tudunk játszani a Paplászlóban, akkor ez nem 2200 a fő, hanem 5-6-7-8 ezer néző is kiment volna Svédország és Finnország ellen. Ráadásul ugye itt látszik is az eredményből, hogy azért ők nem a Z-válogatottal jöttek a finnek. És hogy mennyire nem mindegy, hogy hol van a mérkőzés, ugyanebben az évben csak ősszel, szeptember 30-án játszottunk egy bemutató, vagy egy ilyen gálamérkőzést a lengyelek ellen, a Paplászlóban 7250 néző előtt. Pont azt akartam mondani, hogy szerintem összefüggés van az elején, hogy áttette székhelyét a magyar jégkorong a tüskébe. Ugye ott láttak az elején, hogy 23 mérkőzést játszottunk, a 62-ből a 19-et a Paplászlóban, de ezt időben elrakod, akkor szerintem az elején játszottunk a papok, ugye mostanában a tüskébe. És attól függetlenül, hogy kisebb a befogadó képessége is, valamiért oda nem szeretnek menni az emberek? Vagy az nem trendi kimenni a tüskébe a Paplászlóban, meg igen? Hogy mi lehet? Hát mondjuk más a komfortzón, azt tuti, de nem tudom, szerintem egy picit... Tüskében hideg van. Igen, nem azt akartam mondani, hogy picit ezzel be is határoljuk magunkat. A tüske gondolom olcsóbb is, könnyebb megtölteni, könnyebb nem rosszul kinéző lelátót megtölteni, hogy ha mondjuk a Paplászlóban kimegy 2000 ember, az lehet, hogy elveszik. A tüskébe kimegy 1000, az még úgy el lehet adni egész jól. De figyelj, én megnéztem, az összes 19 Paplászlóban lejátszott mérkőzésnek a kihasználtsága az 72%, a tüskecsarnoké 73%, a jégpalotáé 79%-os. Az ott lejátszott 14 mérkőzésnek a kihasználtsága. Tehát az a legjobban kihasznált csarnok a válogatott szempontjából a jégpalota. Ott meg a VB előtti felkészüléseket szoktuk utoljára játszani, ez lehet, hogy azért, mert ott már élesedik a történet, de igen. Benne. Érdekes, hogy nincs bátorság, vagy ennyire nem bízunk magunkba, vagy átvisszük a tüskébe, és
pedig lehet, hogy egy paplaciba többen kimennének. De lehet, hogy nem lehet, hogy megégetnénk magunkat. De figyelj, de lehet, a paplaci lehet, hogy következő, mint a 25-ig le van foglalva már minden hétvégére. De várjunk, az nem állami, nem? Tehát az a francia. Nem, az kit... valami, hát nem tudom meddig, de az francia. Tehát ott is van valami 10, nem tudom, 10-20 nap, amit kérhetünk. Persze, ez biztos, hogy azért kérjük Celine Dionra, meg nem tudom kire, Madonnára. Van egy UMDM dómunk is, egy jó bemutató meccs. Van valami. Hát, azt sem szeretjük. Meg lehetne próbálni. Azt még nem tudjuk, ott még nem játszottunk. A 20 000-es, te jó ég. Abban még ég se volt. Hivatalosan, vagy hát a... Hát volt a kocsiázatok már rajta. Nem, hogy nagy közönség előtt még nem. Meg lehetne próbálni egyszer azért. Itt látjátok azt, hogy hát azért nem mindegy, hogy milyen tét, vagy milyen ellenfél az, aki hozza a nézőt Magyarországon is, mint szerintem mindenhol a világon. A kevésbé, tehát egy sima felkészülési mérkőzésnek látványosan kevesebb a nézettség, a látogatottsága, hozzátéve azt, hogy jóval kevesebb szer megy az a paplászlóba. Egyébként az, hogy talán szubkultúra a jégkora Magyarországon, ezeket összeadogatod, a fehérvári nézőszámot, meg az összes Erste Liga csapat nézőszámát, akkor körülbelül kiadja ezt a nézőszámot, aki most meccsre jár, válogatott meccsre. Lehet. Még régen azért ugye a paplaciba, sokszor mondtuk még a BS-be is, hogy a pannonkupa, vagy ilyenek voltak, uh-huh. vagy a finneki, vagy nézze sok öltönyös, meg ilyen-olyan, nem? Tehát, hogy kijöttek na. tényleg a fotel szurkolók, vagy az ilyen divat szurkolók, akik tényleg azóta azért jöttek ki, mert az most egy esemény. Azóta járunk meccsre. Az egész tábor konkrétan, úttörő tábor, de igen. Tehát, de kell, tehát azok a szurkolók is kellenek, mert így szélesedik. Így van. Viszont ez még szerintem egy kicsit beszédes ez a grafikon. Itt azt láthatják azok, akik láthatnák azok, akik hallgatják, hogy befogadó képesség szerint hogy néz ki az adott évben a nézőszám, tehát hogy a csarnok méretéhez igazítva hány százaléknyi volt a hivatalos nézőszám. És ugye 2015-ben egy 98,37-tel az csúcs, de nagy át... Mondjad? 15-ben VB volt, nem? Vagy az olimpiai selejtező? Nem. A VB biztos nem, mert az Krakkóban volt. Igen, tehát ott felkészülési meccsek voltak. Így van. Felkészülési meccsek voltak. És ami sajnálatos ebben, hogy ebben is van egy csökkenő tendencia, bár az utóbbi két évet, ugye Covid miatt ez nem feltétlenül teljesen igaz, ugye én itt bent hagytam a 20-at vettem ki, mert ott egyáltalán nem volt néző, 2020 az itt hiányzik, de 21-ben lehetett néző, ott voltak korlátozások, volt, hogy nem volt korlátozás, ott egy 50%, 51,79 egészen pontosan. De hogy az látszik, hogy nagyságrendileg ezzel a 65-70%-os kihasználtsággal megy a magyar jégkorong válogatott csarnok mérettől függetlenül is átlagosan. Hát akkor minél nagyobb csarnokba kell menni. Csak a dóm lesz az a 20 000, akkor lesz a 15 000. Ugorjunk még át egy kicsit a Ice Ligára, mert hogy ott is azért zajlottak az események. Egészen konkrétan egy győzelem és egy vereség volt a hétvégén, időrendben egy vereség és egy győzelem a Fehérvárnak. Ugye a Red Bull Salzburg ellen egy rendkívül változatos és hektikus mérkőzésen sikerült végül is 6-4 arányban vereséget szenvedni a Fehérvárnak. Itt nem is tudom, nem emlékszem pontosan, hogy a harmadik vagy a negyedik gól volt, amit Hári Anika lőtt végül. Ott volt egy rendkívül gyönyörű kiátszó. Harmadik. Harmadik? Azt nagyon szépen kiátszott. A negyedik az a Csani, a negyedik a Csaninak a megugrása. Aha. Csak igazából az volt a bosszantó, hogy 1-3 után két nagyon, pontosan, hogy 3-1-es vezetés után két nagyon könnyű hibá, ilyen egyéni hibának, ugye szígyük sokat a
egy-egy játékos szeretünk kipécézni. Szegény ott a Bötkernek volt, vagy Betker, vagy nem tudom, hogy kell mondani, két szerintem nagy hibája, egy kiállítás, egy ilyen utakiállítás, meg egy nagy hiba, és akkor 3-3 utána, nem tudom, a negyedikkel átvették a vezetést, és aztán 4-4 után meg szintén volt ott talán a Campbellnek egy nagy hibája. Tehát pedig egyébként én azt a meccset néztem, a másodikat nem, és ahogy Alb írta is, hogy közeledünk a novemberhez, és kezd megjönni a Fehérvár játéka, erre jött egy pár olyan hiba, amit a Salzburg könyörtelenül kihasznált, és talán olvashattuk, hogy ez nem a legerősebb Salzburg volt, ugye talán nekem csak a Raffl hiányzott, illetve nekem nem, mert nem szeretem a Palit, de ő volt tényleg a legnagyobb név. Meg, azt is tegyük hozzá, hogy korábban is voltak hiányzók. Jó, oké. Meg szerintem nem a Salzburgot kell megverni. Azt majd a végén. Annyi pont el van szóló, hogy most már a Salzburgot is meg kéne verni. Igen, bosszantó szerintem, mert én azt hittem 3-1 után, hogy meg lesz a meccs, tehát ugye a hokiban nem lehet ilyet mondani, de valahogy úgy éreztem. Csak aztán, tehát én nem számítottam, hogy két-három ilyen hiba, és egy pillanat alatt szinte átvették a vezetést. Hát itt még tartotta azt a volán, amit az előtte meccseken, hogy nagyon sok gólt kaptak, meg nagyon sok kiállítást. Aztán a hétvégi meccse már tényleg az a, jön a november. Az ott már rendben volt. Meg mindig nagyon sok gólt kap a volán, az a baj. 2-1 lett. De összességében kap sok gólt a volán, mert azt néztem pont a második meccs előtt a statisztikákban, hogy a másik legtöbb gólt kapja a volán, az Asiago után. Tehát ilyen hektikusan megy az egész, ha már használtad ezt a szót, hogy egyik meccsen nagyon jól védekezünk, egy gólon tartjuk az ellenfelet, meg is nyerjük a meccset, majd van egy meccs, ahol ütünk 4-et, de kikapunk. De a játék is ilyen egyébként, hogy mondod, hogy tehát a támadás is ilyen hektikus, tehát hogy csinálunk gyönyörű dolgokat, utána meg nem passzolunk 2 emberhez. Egy meccsen belül, egy harmadon belül csinálunk. Tehát nagyon rapszódikus még ez a játék. Majd karács. Ezt kiküszöbölni. De az már lehet, hogy késő. Én mondtam január, gyerekek. Hosszú a szezon. Decembert mondtam. Hát, Kevin kell megkérdezni, hogy idén mit mondott, mikorra lesz, melyik az a nap, hány óra, hány perc. És melyik csapat fog beleszaladni a késbe. De azért a listavezetőt szépen elintézték, így viszont az nagyon rendben volt. Gyönyörű játék volt, egy nagyon jó hangulatú mérkőzés volt. Nekem azt tetszett benne, hogy végre azt láttam, amit tavaly is láttunk a csapattól, hogy tényleg csúsztak-másztak, ha kellett, kreatívan játszottak, ha lehetett, tehát hogy megvolt az a fajta kohézió, ami tavaly szinte az egész szezonban végigívelt, és jutatta el a volánt a döntőig. Tegnap ezt hatványozottan láttam. A legjobb példája a végén a kapus lehozatalnál a kis kupacot a kapuban, tehát be ne menjen a korong, 8-an feküdtek egy második, a korong nem volt ott. Így van. Tényleg ez a küzdés meg volt. Meg úgy jól nézett ki tegnap a játék, meg a csapat. Reméljük, hogy ez most már állandósul. Lassan a kapust is meg kell kövessem, Roy vagy Roá, nem tudjuk, ki úgy mondja. Vagy magadat kövezd meg. Igen. De egyébként az is benne van, amit múltkor is beszéltünk, hogy mi szurkolók tettük valószínűleg magasra a lécet, és a Kevin az elején elmondta, hogy az, hogy tavaly jók voltunk, az nem garancia arra, hogy idén is ezt tudni fogjuk hozni, hogy tudjuk azt a játékot játszani. Egyenlőre nem olyan nagyon rossz, mert tényleg nincsenek nagy zakók, bosszantó egy gólosok, amik voltak, meg most ez a Salzburg, ez is ugye két gólos, de hogy 3-1-ről az a csúnya. Hát a volán meccset azért jó nézni, a maradjunk annyiba. Tehát amikor beszéltünk így összevetve az Erztével, azt jó nézni, és én meg még buta voltam tegnap éjszaka, és belenéztem NHL meccsbe, azt jó nézni. Valami ismétlésben néztem bele. Ott volt de csak egy lassítva nézd a lassítást. Igen, azt lassítást nézd. Nem tudom, egy tized, második harmad, végén egy tized másodperccel, vagy valahogy nem is tudom, mennyi maradt hátra. Nem maradt egy tized más, úgy ment be a kapuba a gól, tudod. Úgy lőttek egy gólt, illetve a végén vezetett a Tampa 5-3-ra, és lehozták a kapust az ellen. Két kapufelt lőtt a Tampa üresre. Tehát nagyon nagy
azért van több. Meg visszatérnék a volánkapusokra, ugye, hogy kikezdtük őket, és a valamelyik Katowice meccsen a Bill mondta a stúdióban, hogy aki így előre most megmondja, hogy Horváth Dominik jó kapus, Roál meg rossz kapus, az nem ért a hokihoz. Én vagyok. Hát nekünk szívünk jogunk, de szurkolók vagyunk. Nem azt mondtuk, de nem azt mondtuk, hogy Roál rossz, hanem így a renomé alapján, vagy ami az előzőleg. Formában, vagy viszont én már ránéztem a statisztikájukra, és ilyen ellentétes utat járnak be, hogy Dominak romlik a teljesítménye a szezon elejéhez képest, hogy indultott egy ilyen 96%-kal, és most a Salzburg elején 75-tel cserélték le, Roál meg fordítva. Tehát ő ott kezdte a szezont, és most jön fölfelé, és talán azok a zakók, amikor a mindkét kapus ilyen 88-90% környékén védegetett, akkor lehettek ezek a zakók is szerintem, amit úgy nem szerettünk volna, ami ugye a játékban nem volt benne, és akkor nem tudták ők talán hozzátenni azt az extrát, amit most Roál legutóbbi meccsen igen. Már én azért várok tőle még ilyen nagyobb bravúrakat, hogy egy ilyen Salzburg meccset például tud ő hozni. Hozta a tegnapit. De az is kell. A Salzburg igen. Sok az elhullajtott pont. Valahol már vissza kell szerezni. Itthon nagyon sok pontot már nem hullajthat a Fehérvár, ez tény. Tehát, és egy-két meglepetés eredmény kelleni fog idegenből is, ha tényleg választani akarunk nem csak PO-ba kerülni, hanem valahol ott, ahol a tavaly. Hát de lehet, hogy nem merik választani a volánt a tavalyi alapján. Az egy másik liga. Hát meg az, mert itt még hosszú a szezon, itt még sok van, meg aztán a PO előtti forma, ráadásul. Hát itt még nem is beszélünk a PO-ról. Az még messze. Meg Dominikra visszatérve, hogy mondtad, hogy megy le a teljesítmény most romlik, hogy most kell erősnek lennie. Tehát tanulni ebből, mert ez egy fiatal kapusnál eljön, tehát berobbant, parádé volt minden. Ja. Hát nem csak fiatal nászon, senki nem tud egy szezont végig egy szinten teljesíteni, csak tényleg nem szabad elveszteni a fonalat. Így van, tehát neki az a legfontosabb most. És ugye hát ő a Bajnokok Ligájában parádézott. Az Ice Ligában... Bocsánat, kifejezését csak jól védett, és ugye ott felváltva védtek még az elején, vagy hát egészen a múlt hétig, úgyhogy azt gondolom, hogy Dominiknak az antré az nagyon jó volt, és tényleg, ahogy Tom mondta, most nem szabad, hogy magába forduljon azért, mert egy picit kevésbé ment most az elmúlt pár napban. Hát meg azért a Salzburg, ahol lőtt azt a 3 gólt, hát, szerintem kis túlzásra nem sok csapat van, aki azt ott megúszta volna kevesebbe. Tehát amikor amikor ők rálépnek a gázra, akkor... Hát segítettünk nekik is eléggé, de persze. Tehát az nem kérdés, hogy azért ott... Igen, volt olyan, aki írta is, hogy hát ez az a csapat, amelyik megint kilóg fölfelé. Tehát az jó, alatt, de... 10 perc alatt úgy fordította meg a meccset, hogy ez a világ legtermészetesebb dolga. Igen. Arról nem beszélve, hogy gondolom elég hosszú, nem tudom, hogy írták, hogy hány hiányzójuk volt, és de hát akik a helyükre léptek, azok sem voltak rosszak. Tehát, hogy annyira. Nincs azért az a nagy visszaesés, tehát elég hosszú a pad. Pont. Mi lesz a jövő héten? Még beszéljünk egy fél mondatot azért, most már azt gondolom, hogy megérdemel Mogyi és az Érsekújvár. Ja, bocsánat. Igen. Mert amit a múlt hét végén... Két meccs 13-1, igen. Tehát... És abban benne van a szlován. És abban benne van a szlován, aki vezeti a tabellát őket. Múlt hét még sima. Nem is múlt héten, hanem pénteken 5-0-ra verték. 3500 néző előtt, és ma egyébként érezhető volt, hogy csak a Nyitra az ellenfél, mert 3400 néző volt kint a téli. Az a száz, az hova tűnt? Nem tudom, büfében voltak végig. Te biztos voltak. Lehet, hogy volt valami futballmeccs is. Gyerekek 8-1. Nyitra ellen. 3-0, 2-1, 3-0. Lassan túl magasan lesznek, az a baj. Igen, flow-ba vannak, és ott kell őket tartani, ameddig csak lehet. Jelen pillanatban, ha a tabellára rápillantunk, akkor úgy néz ki a történet, hogy 11 mérkőzéssel 28 ponttal vezet a szlovén, és 12 meccsen 27-tel a második az Érsekújvár. Egy hosszabbításos győzelem, egy hosszabbításos vereség, és 2 sima, 0 pontos vereség. Emellett 8 győzelem. A harmadik, akik őket követik, a 12 meccset játszó Zvolen, 23 ponttal, tehát 4 ponttal van lemaradva mögöttük.
Az első hatban kell lenni ahhoz, hogy benne legyenek a play-offban. Egyeneságon. Nagyon nagy eredmény ez Mogyinak szerintem főleg, de nyilván a csapatnak is. Egy 10 éves egyesületről beszélünk. Nekem ami fura, hogy a bő válogatott keret, mert egy egészen bő stáblista is megérkezett, olvashattuk, hogy kik a stábtagok, és Mogyit nem találtuk benne. Ez a 4-be nem fért be. Túl kvalifikált. Hát azt megírták a Nemzeti Sportban a legmagasabban jegyzett magyar edző, de azért van, de a svájci liga ezek szerint nem nincs magasabban, mint a szlovák. Mert ott Bartal is, Balázs csak másodedző. Úgyhogy az nem számít. Ez egyébként egy a magyaros, nem? Tehát, hogy az ezüstérem az már kudarc. A másodedző az nem számít. A másodedző nem számít. Pont nem érdekes, hogy a svájci bajnokságban van másodedzőként. Na, és tovább. És egy alig jegyzett svédből ment oda. Tehát... Mindkettőjüknek, meg minden magyar edzőnek, meg játékosnak, igen, mindenkinek minél több sikert és győzelmet kívánunk, aztán meglátjuk, mi lesz belőle. Nagyon szépen köszönjük a mai figyelmet. Nem mondtuk el, mi lesz a jövő héten. Mi lesz a jövő héten? Hát azt hittem, hogy felkészültél, hogy esetleg a volán itt játszik, vagy ott játszik. Vagy... Nemzetközi szünet. Nem, az utána való hét. Az még utána, az utána való hét. De a Gyergyónak akkor most 2 hét szünet. Legalább mondjad, hogy Halloween lesz, vagy valami. Halloween, jó. Tehát... Ja, az nem, az is csak később lesz. Az is később lesz, igen. Akkor addig még találkozunk. Hát akkor figyelj, akkor elmondom, hogy a meccsek szerint a következőképpen nézünk ki. Ice Liga. A jövő héten játszik a Fehérvár. Jön a Capitals itthon. Itthon. Ugye volt egy felcserélt pályaválasztói jog. Csökkentenek a bécsiek. Ugye a 26-án szerdán itthon játszik a Fehérvár. És ezen kívül még a jövő hét végén utazik Klagenfurtba. Két sima. Vagy ide, vagy legyen. Két sima ide. Hát már nagyon kellene. Az Erste Ligát tekintve nagyon sok mérkőzés lesz a jövő héten. Ugye ma a felvétel napján 23-a van, amikor megjelenik 24-e, 25-én van Mac Feha. De Magyarországra jönnek a erdélyi csapatok, a Gyergyó a Fradi ellen kezd, a Csíkszered a Dunaújvárosban, a Brassó pedig Miskolcon kezd, 26-án, illetőleg 27-én. Mit mondjak még? Lesz 30-án Újpest-Gyergyó. Na, játszik a Gyergyó végre. De lesz egy tévés mérkőzésünk is, ha minden igaz. 29-én egy Ferencváros-Újpest 2 órás kezdéssel, így van. Így van, 2:05 kezdéssel egészen pontosan, hogy nagy hülyek szerint legyünk önmagunkhoz, hogy ne tévedjünk a számokban. Szuper! Iratkozz fel! Én? Te is. Nyom meg a csengőt, vagy értesítést kaptam, ha megjelenik egy új adás. Örülne a szomszéd, hogy becsöngetnék. És ide is becsöngethetsz, ha erre jársz. További kellemes időzítést kívánunk mindenkinek. Sziasztok! 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 Sziasztok!